Na sziasztok, Vini vagyok, és itt vagyok a GTA autó bemódulással. Segítenék nektek? Akkor ugye le kéne tölteni egyet. Először is ezt a Spark IV-t kell letölteni. Én innen töltöttem le, ez majd be lesz linkelve a videó alá a YouTube-ban. Ugye itt kell letölteni. De ez nekem már meg, anyád, jó, mindegy. Akkor én most itt kinéztem egy jó kis kocsit, egy Mercit. Ez is meg lesz osztva ez a... mi ez? Ez a GTA Inside. Megmutatom mit rak, melyiket rakom be, ezt a Mercit rakom be. Szeretem ezeket a Merciket, de most ez nem ide való. Kicsomagolom. Feltéve ha nem lassul ebbe ez a hoki. Háttérzaj az tökéletesen jó ide. Út egy... Na mi van, nem frissít, na mindegy. Most nem tudom, mi látszott a videóban. Nem szokott így viselkedni, nem tudom mi van, de mindegy. Most nem ide való ez a téma. Open, itt kiválasszuk, hogy hova telepítettük a... Nem hova telepítettük, mindjárt meglátjátok, hogy mit választunk ki. Rockstar Games, GTA 4, PC, modellsz, ez, ez. Itt vannak az autók felsorolva, megnézzük ennek mi a neve. Taxi. Jó, hát ezt most nem gondoltam volna, hogy taxi. Taxi. Sima taxi, nem? Akkor taxi így. Import. Deszkalap. Ez. Ezt a kettőt így. Open. Letekerek. Itt meg tudjuk nézni, hogy beraktál. Így. Save. És ennyi is volt a nagy mutatvány, nem volt valami nehéz, csak rá kell jönni a titkára. Ez a GTA Inside is meg lesz osztva a videó alatt, ez is meg lesz osztva, és itt ugye a YouTube. Na, sziasztok!